Szeretettel köszöntök ismét mindenkit. A mai napon folytatjuk a Vandergát generátorral megkezdett kísérleteinket. Az előző alkalommal megismerkedtünk magával a készülékkel, megbeszéltük, hogy hogyan választja szét a töltéseket, és mekkora nagy feszültséget is állít elő. Most az elektromos tér árnyékolására szeretnék néhány kísérletet bemutatni. A generátor tetején elhelyezünk egy krekpapírból készült kis karácsonyfát. Ennek a lapjai viszonylag könnyen tudnak mozogni, hogyha felállítjuk őket, akkor utána vissza kerülnek az eredeti helyzetükbe. Rárakom a generátor tetejére, majd bekapcsolom azt. Látható, hogy a karácsonyfának az ágai az égnek meredtek, hiszen az azonos töltésre taszítják egymást. A generátor felső lényére kerül a töltése, átkerültek a karácsonyfára is, és ezek mind egymást taszítják, mind pedig a generátor gömbjét, ezért mered ez az égnek. Ha a kisütőgömb segítségével a töltéseket elszállítjuk a felső gömbről, akkor abban a pillanatban az ágak is visszakerülnek az eredeti helyzetükbe. Ezt a kisütést a menet közben is elvégezhetjük, és akkor egy folyamatos leföl mozgást fogunk kapni. Látjuk, hogy a kisütés egy pillanatában a karácsonyfága azok újból lekonyulnak, utána pedig azonnal ismét az égnek. Most egy fémes keret segítségével bemutatjuk azt, hogy egy fémes vezető belsejében nem jön létre elektromos tér. Ezt a fémkeretet, amit úgy hívunk, hogy Faraday kaitka, ezt rárakom az egész készülék tetejére, és megfigyeljük, hogy most ezek után, ha bekapcsoljuk a készüléket, vajon a karácsonyfának az ágai az égnek merednek-e, vagy sem. Látható az, hogy semmilyen változás nem történik, a karácsonyfának az ágai nem mozdulnak meg. Egy szikra kísérléssel szeretném megmutatni azt is, hogy itt ennek vannak költések, melynek az értéke a szaktárásában látszik, hanem is kicsit.